got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight. Nem, milyen nagy hír! Felállom, megállom, újra forgat! Steiner Kristóf, az nagyon szuper és kamerás is lesz! Persze, benne leszünk a tévében! Nagyon szuper, akkor majd ott találkozunk! Szia! Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Újra itt a nyár, újra itt a megálló, újra forgatunk, és bizonyára mindannyian azért vagytok itt, hogy számot kérjetek ma tőlünk. Bemutatom mai sztár vendégeinket, a nők kedvence SP, Dan, Kozombolis és Antifitness Tomi, akivel rögtön egy interjút is készítünk. Szia, Tomi! Nagyon jól nézel ma ki, kerem! Az van egy olyan kérdésem, hogy szeresd Andrei? Persze, minden nap. És szereted nézni a csajokat? Ó, de mennyire. És melyik a kedvenc? Csajozós Dumán? Akarsz gyereket? Nem? Akkor majd vigyázunk. Jaj, te kis huncut! És úgy látom, már érkezik is első számkérő. Jaj, bocsánat, számkérő. Ja. Szia, Kristóf vagyok, és neked Kriszti, várjál, egy kicsit közelebb, jó? Jól van. És milyen számot kérsz ma tőlünk? Bentől és Kozomból is tőle végre itt a nyár. És kinek küldöd? Mindenkinek. Jó, hát akkor küldjük neked. És ki az a másik lány itt mellettünk? Szia, Kristóf vagyok. Réka. És milyen számot kérsz ma tőlünk? Réka. Azt értem, hogy Réka vagy, de milyen számot szeretnék kérni? Réka! Értem, oké. Okay. Akkor most azt mondd, hogy milyen számot kérsz. Na, hát ez mi volt? A sztár vendégeinket hagyjuk most már. Szóval SP-től szeretnél számot kérni? Igen. Érdekes volt a célzás. És melyiket? Az Álmeget. És kinek küldöd? Nem neked, ne vigyorogj! Ezt vágjuk ki, légy szíves, jó? Szeretném küldeni szomszéd Larának. És Palkónak, aki sajnos most nem lehet itt, mert pocsolyába lépett, ezért sáros lett az új cipője, és anyukája nem engedte el. Hát szegény Palkó, akkor küldjük neki is a számot. Köszönöm. Puszi!
újrátom már érkezik is, újabb számkérőnk. Szia, Viola vagyok. Szia, én Kristóf. Milyen számot szeretnél kérni ma? Én most nagyon meg vagyok hatózva. Jó, hát de mondjad bátran, milyen számot kér. És ki is nevettek, ha... Nem szép dolog másokat kinevetni. De... Jó van, szeretném kérni a Káma Bábikát. Na, ezt szeretném kérni. És nem kérdezed meg, hogy kinek küldöm? Most akartam megkérdezni. Szeretném küldeni a Páfi 9. B osztályának. Hát akkor küldjük a Páfi 9B-nek. Nincs paprikás fogsorom, nem vagyok emós és nem hordok csőgatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és több mint 900-an tudják, hogy mire gondolok, mikor azt mondom, fogadó óra. A német órán a keresztemen megelőzi a családnevet, és a német tanár nem örül, ha összekerem a dert a dásszal. Büszkén gondolok Leszkovics Györgyre, az igazgatónkra, az osztályfőnökünkre, az osztályunkra és a műsorunkra. Szeretem a büfés Szabi, a kakaós csigát, a kicsengető szót. Itt tanulok György szívében. Nyelvtanulásban mi vagyunk a császárok, és igenis, nálunk jönnek a világ legszebb női. Pálfi Miklós, én itt szeretlek!